Sziasztok! Sziasztok! A Dupla Randiban ma egy olyan házaspárral beszélgetünk, akik pont annyi ideje vannak együtt, ahány éves vagyok én, vagyis 50 éve. Azt gondoljuk, hogy talán tőlük tudunk a legtöbbet megtanulni, vagy a legtöbbet megtudni arról, hogy mi a titka a házasságnak, mi a titka egy jó kapcsolatnak. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Ugye 22 éve vagyunk a Tündével együtt, az egy jó kis gyilkosságért, hogyha leültettek, van már szabadulni, nem? Mondom ki ilyeneket, de nem. Tehát, hogy már két. Hogy kezdődött ez nálatok? Hogy találkoztatok? A mozgalomban. A mozgalomban. Mármint az amatőr színjátszó mozgalomban. Szkéne? Vagy pedig az irodalmi? Nem, ugye volt az irodalmi, vagy irodalmi színpad volt. De Mészáros Tamás, aki aztán újságíró lett, neki volt a szkéne. Akkor a szkéne? Igen. De úgy, hogy mind a ketten. Megyünk már? Mert akkor beszélgessünk természetellen. Akkor átveszed a hangot, nem? Akkor kicserél a természetes hangot. Hát ez egy tipikus sztori, amikor a portáson megkérdezték, hogy tart még az előadás? Van ebben, ó, már természetesen hangon beszélnek a színészek már. Ma nem. Szóval Mészáros Tamásnál volt. Mészáros Tamásnál Görgei Gábor 5 órai tea című darabját játszottuk, ahol van egy asszony, először a férjével van, aztán a fiával. A darab lényegében arról szól, hogy nem értjük, elbeszélünk egymás mellett, nem értik meg egymást. Ezt a televízióban felvették Darvas Lilivel. Nem. Márkussal meg a Bilicsivel. Bilicsi Tivadar volt a férj, és Márkus László a fiú. No, nálunk én voltam az asszony, János volt mind a férjem, mind a fiam. Már akkor is. Én voltam akkor... Már akkor is. János volt 18. Fogalmunk nem volt tulajdonképpen, hogy miről szól ez a darab. Hát, hogy a csodába értettük volna meg. De ma már értitek, hogy miről szólt a darab ennyi idő után? Most már igen. De ugyanakkor mi nem beszélünk meg egymást. Nem, hát általában az életben, hogy elbeszélünk egy, mindenki mondja magáét, oda se figyelünk a másikra. Úgyhogy erről szólt a darab, de nem ért, hát bánatból érti két fiatal ember ezt. Ezt az egészet akkor. Ők lehet, hogy többet értett belőle, mert akkor már okosabb volt, már akkor is, mint én, úgyhogy... És idősebb. Erre nagyon oda van. De úgy tudom, hogy elég félénken kezdted el csapni a szelet. Nem csaptam én a szelet, nem. Nem. Mi elég sokat beszélgettünk, és tulajdonképpen először ez barátság volt. Igen. Először barátság volt, és a barátság azóta is megmaradt. Szóval nagyon fontos, hogy az ember valakivel tudjon beszélgetni. Legyen témájuk, akár 50 év múlva is. Szerintem ez nagyon jó. És a barátság stabilabb dolog, mint a lángoló szerelem. Igen, de nagyon sokat kell tenni az egymásért egy kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ma olyan könnyen elengedik az emberek egymást. Tehát, nem beszélnek meg dolgokat. Nem beszélnek, csak nem beszélgetnek mindenről, de nem fontos nem dolgokról. Nem igazán érdeklődnek egymás munkája iránt, gyakran egymás hogyléte iránt sem, de nálunk ugye az a szerencse, hogy engem borzasztóan érdekel a színház, tehát nekem adott, hogy érdekel, amit János csinál, talán egy kicsit hozzá is tudok szólni. Én fordítok. Na most van könyv, amire azt mondom, hogy János, ezt nem kell elolvasni. De van, amire, hál' Istennek, kevés az ilyen, de János is elolvassa azt, amit én fordítok, ha azt mondom, hogy érdemes, és neki is van véleménye. Szóval tudunk egymásnak a munkájáról is véleményt mondani, arról is tudunk beszélgetni. Igen. És van közös hobbi is, vagy mindig a munka az, amit... A munka tágabb fogalom, ugye nálatok a munka maga kvázi a színház, a színjátszás.
Hát nem, ez hát, a munka a János. De hát nincs hobbi, mert én olyan szerencsések vagyunk mind a ketten, hogy a hobbinkból élünk. Így van. Tehát egy bélyeggyűjtőt megkérdezi, mi a hobbija, hát amellett még mi a hobbija legyen. Órákat nem gyűjtök. Nem, hát nekem a hobbiból élek, és a Jutka is tulajdonképpen valami szerencsés, hogy... Szóval borzasztóan szeretek fordítani. És borzasztóan szeretem, hogyha olyan művet fordítok, amelyikből mindig tanulok. Uh-huh. Ahol új szavak bukkannak fel, új kifejezések, új világ. Hát például egész más egy angol és egy amerikai könyv. Persze. 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 Szóval más nyelv. Igen. És azt élvezem, amelyikben van munka, ami uh-huh. unalmas, egysíkú, volt egy-két népszerű íróhölgy, akinek egy-két könyvét fordítottam, nem nagy élvezettel, és amikor a második könyvét fordítottam, nem olvastam el előtte, hogy valami izgalom is legyen benne, mert annyira sekélyes volt. De persze, előtte el szoktam olvasni, meg szoktam nézni, van, hogy jegyzetelek is. Én azt tudom elképzelni a Jánosra, hogy ő, mint férj otthon is, ha valami van a füle mögött, vagy nem csinált meg valamit, akkor elüti valami humorral. Ilyen? Nem, én egyáltalán nem vagyok humoros. Nem, egy vicces ember. Tehát otthon nem. Nem. És ezek csacsiságok azt gondolni, hogy aki mondjuk vidám szerepeket játszik, sok végjátékot játszik, az egy hű, de vicces, mókás ember. Nem, hát olyan ember, mint mindenki más. Uh-huh. Vagy talán lehet, hogy pont az ellenkezője? Tehát ott, mert ugye nagyon sok... Igen. Hát 7-től 9-ig vagyok, addig nem dolgozom, ez egy rossz szó. De nem, hát ezt a Darvas Iván mondta, hogy hát ő játszott itt az Őrült napját a Pesti Színházban, és akkor egy művészrak utána még zaszt. Tehát nem, hát vége van az előadásnak. Hát egy sebész hazamegy, és akkor még föltrancsírozza a családját. Benne maradt a kezébe még valami. Hát nem, hát én hiszek abban, hogy profi vagyok, és nekem addig tart. Tehát nincs az, hogy láttam egyszer egy élő közvetítéstől, mondta a riporter, hogy várjuk a főszereplő hölgyet, nem mondom meg a nevét, de még a sírben van az ölt, annyira hatás alatt van még a darab. És azt mondtam, ez egy dilettáns tyúk, hát de saját, ő ne sírjon, hát sírjon a néző. Igen. Nem, régen az előadásnak, Bodrogi Gyuszi azt szoktam mondani, egy rendes színész, amikor vége van, meghajol, egyik keze otthon már a jégszekrényben, hogy mit kéne innom sörni. Nem, hát, De nem, hát eddig tart. Hát csak amikor én megyek az utcán, vagy bemegyek egy boltba, művészről mondjam már, tudok őrülni. Persze. Utálja a vicceket különben, nem is tudok vicceket mesélni. Vicceket. Azt én sem. Szerintem az külön agy kell. Tehát nekem volt önálló estem, nem is egy, és a Marton Prici rendezte az elsőt a Mikroszkópon, mert bele volt építve 3 vicc, és közben volt 2 órányi szöveg, aztán és azt a 3, azt mondta Fritz, hogy nem létezik, hogy ennyi szöveget, hogy az Istenbe tudsz megtanulni, hogy azt a 3 rohadt viccet nem tudod elmondani. Nem tudom elmondani. Akkor milyen férj voltak éppen János? Tünemé. Ja, bocsánat, azt hittem, hogy engem kérdez. Nem. János milyen férj? Jó férj, hiszen ha nem lenne jó férj, akkor nem lennénk együtt. Igen, ez... Házasok 50 éve, igen. És amúgy 55 éve együtt vagyunk tulajdonképpen. Hihetetlen. Ezzel az 50 év alatt olyan sok minden történt. Biztos, hogy voltak csúcspontok, voltak mélypontok. Ahogy mondták, az esküvőnk után egyik ismerősünk nem csak gálhegyek, hanem gálvölgyek is vannak. Teljesen normális. Ez így van. Völgy nélkül nem gál az igazi. Így van. Ez sima szó, vagy gyönyörű. Hát. De Bubisat kérték? De nem, de hogy... Bubisat is kérték? Nem láttam még ilyen üveget. Jaj, Bubis, szép. Köszönjük szépen. Már örülök, hogy ezt rendelt. Igen. Hát ez, valószínűleg ez a saját gyártás, nem a Zserbónak? Tehát ők palackozzák. Tehát nem itt lent, mert... Nem itt lent. Nem valahol. Mert kisföld alatti van alattunk, tehát ez nem lenne jó. El szokott indulni. A hölgyek is az ünnepek. A limonádé? Az ide lesz, gondolom. Ilyet tűnt, de? Igen, valószínűleg. Vagy nem teszek érted. De, köszönöm. Ja, köszönjük szépen. Csak én kitöltöm, hogy... Az is jobb is, igen. Glöb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 lö
bogyborékol. Ezek szerint akkor azért voltak gál völgyek is? Persze, természetesen. Vannak olyanok is, hogy szakmailag vannak problémák, családi problémák is adódnak. Sok minden adódik. Volt a kapcsolatotokban, a házasságotok ez 50 év alatt valami olyan nagyon-nagyon mély pont, amikor rezgett a léc? Bocsánat. Nem tudom. Nem emlékszel már vissza, vagy nem emlékezés? Hát, vagy lehet, hogy egyik ötökben volt, és a másik nem tudta. Nem. Tehát rengeteg minden kibeszél, megbeszél az ember, hogy ez van, amikor a pici lécrezgés van, és akkor várnak. Úgyhogy... Legkevesebbre is, igen. Jobban rezgek. Ezért szeretném megtudni a titkát, és le is rúgják. De nem, az igazság például, hogy mi mielőtt összeházasodtunk, mi rengeteget, amit Jutka mondta, beszéltünk, és veszekedtünk. Ugye Jutka lakott a Kálmánszer 14-ben, én mindig hazakísértem őt, ha láttam apósomat jönni a bőröndel, akkor leléptem onnan. Például elvarázsolt? Igen. De mi... tartottál Rodolfótól? Én nem úgy, nem. De volt, hogy nem, már nem, meg nem mondom, hát nem nagy dolgokon, nem atom kísérleteken. Mint valami, nem tudom, valami veszekedtünk, vagy nem. Tehát mi kiveszekedtünk, és 50 év alatt mi igazándiból hangos szó, olyan van, hogy hova raktam a... De akkor se vele, hanem magammal, vagy pedig nem tudom, veszekszem. De egymással nem... Soha nem kiabáltunk egymással. Ami van bennem hisztéria, de most már azt sem mondjuk, de én, nekem van egy jó tulajdonságom, hogy beszéljünk rólam, hogy irányítottan tudok veszekedni. Tehát olyan értelemben, hogy tehát amikor van ok rá, akkor én borzasztó hidegagyú tudok lenni, és nagyon borzasztó tudok lenni. Tehát, de azt úgy, hogy én indulatból elvigyen a dolog, az nem szokott lenni. Hideg aggyal olyanokat tud mondani, hogy jobb lenne, ha elakad a lélegzet. Hogy jobb lenne, ha veszekednék. De ezt én a színházban én ezt kiélem. Olyan bántót? Vagy igen. Olyan... Igen. Tehát nagyon betalál? Nagyon. Igen. És Jutka, és akkor ezt hogy kezdve? De nem egy más között. Ja, valakinek, hogyha valaki nem. De hülye rendezőnek, vagy a valamelyik hülye. Hát rendezőnek az ön emberek. Ez szóval valakinek, ne, aki nem, hát tényleg... hogyha úgy alakul. De hát volt az életben azért konfliktusunk egy pár, nekem, hát kollégá, vagy hát most erős túlzás, aláhúzom ezt, hogy kollégát, hol van ő attól. De hát voltak az embernek ilyen problémái, amiből ő haragszik, de hát nagyon jó el vagyok nélküle. De volt ilyen, ahol egy mondattal, azt hiszem, egy életre. De én ezt nem véletlenül mondtam, véletlenül nem szoktam mondani szinte semmit. Nekem viszont borzasztó jó munkám van, most már évtizedek óta, nincs se főnököm, se beosztottam, egyedül vagyok a szöveggel, otthon ülök. Azt rázni kell. Otthon. Szóval nekem marha jó. Jobbat. Még nem jó. Jó, hát így megérni. Nem ment semmi bele. Tudod, nekem igen. Mondod, csak nem akartam jeletet csinálni. Így sem megy bele. Két férfi nem tudja kipacsarni a cukrot. Ez nem igaz, hát hogy ha bele megy mindjárt. Tudod, mi? Ha ez szponzor, akkor bajuk. Akkor ez... Várjál, most? Most se. Van egy ötletem, kérdezzél. Szedjük szét. Tehát ez a zsenialitás, hogy az ember megoldja. Most fújt bele, és bemegy. Igen, nekem mondom. De ez még az első században valami itt maradhatott, az még az Árpád apánk, igen. Na, bajlódjon veled más, meg igen, kérdezik. Ilyen probléma megoldó, hogy ez van Isten barkácsom, szóval valami bajnod? Nem. János, apósom azt mondta, mindig legyen annyi pénzem, hogy hívjak szakembert, csak már nincsenek szakemberek. Hát igen. Ha tudnád, hogy van három év múlva jön. Igen. Azt mondta, majd ha ráér, de mondom, Isten áldja meg, nem szívesen, már szívességet kérek, akkor ráérek, meg válok. De pénzért sem jön, ha jön, akkor meg amit csinál, az olyan, mint ez. Igen. Na mindegy. Hát sajnos. De nem egy palasz délután jöttem ki. Nem, hanem gyakorlatilag a titkot akarjuk megtudni. Azt a titkot szeretnénk megtudni, hogy lehet 50 évig
hát nem szeretetbe, szerelembe. Elválni. Apósom azt mondta, a vívészete úgy kell vívészkedni, mint zongorán. Tehát a zongorán van a fekete meg fehér billentyűk, azt nyomogatod. Uh-huh. Hogy nyomogatod, hogy te leszel a Richter, vagy te leszel a kis Béla, az már rajtatok múlik. Tehát tulajdonképpen ez vonatkozik a házasságra. A házasságra is. De ezt ugyanolyan szerelemnek tekinted, mint a szakmát, és azt hiszem, Jütka is ugyanolyan szerelemnek tekinti a műfordítást, mint a családot. Tehát egyenrangú szerelem, vagy valamelyik fontosabb? Biztos, hogy a család mindennél fontosabb, tehát hogyha valami baj van, akkor az első. De hát a szakma, ha nem lenne fontos, akkor meg nem csinálnám. Azt megmondom neked őszintén, én ma reggel miatt idejöttünk, én próbáltam, hazamentem, megmosakodtam, megint átöltöztem, de hogy reggel elindultam, és másfél óra voltam, amíg eljutottam a próbára, és azt mondtam, hogy én most ezt egy kicsit tudom. Tehát ezeket a menet, tehát a nehézségeket. Úgy szoktam elmenni, mondom, szívem, de jó neked, most odajulsz a számítógépvel, és dolgozol, és nem kell oda menni, nem kell parkolni, nem kell hazamenni, szóval, de mindegy, nem panaszkodom, hanem egy addig, amíg ez... Egy reményt. Igen. Ha ezt meg tudnám oldani, még volt a pandémia, akkor rengeteg volt ilyen online. Megtanultam már, hogy így belebeszélek a telefonomba, meg minden. És tulajdonképpen a jövő útja ez lenne, hogy így. Tehát, hogy nem otthon ülök a kertben. Tudom, kétségtelen. Nem, ilyenkor drága Bajor Imi jut eszembe mindig, hogy milyen boldog lenne. Ma reggel is komolyan mondom, bennem volt, hogy nem izégál, vagy csak álltam a bimbi utam a 30 perce, mondom, most haza kéne mennem tulajdonképpen. Megfordulni? Igen, hazamenni. Csak hát olyan örömömben van most részem, amit próbálok, hogy mondom, de nem, csak ne késsek el. Pintér Bélánál próbálok, és nagyon nagy boldogság. Volt már olyan, hogy mondtad neki, hogy kicsit álljon le, vagy ne vállaljon el egy szerepet? Igen. Haknit például nagyon-nagyon régóta, tehát ilyen, hogy pénzes maszek fellépést nagyon-nagyon régóta, évtizedek óta tulajdonképpen. Hát most már könnyű leállni vele, mert nincs is nagyon. De tehát, az van, hogy amikor építkeztünk, meg ez volt, meg az volt, azt volt mondtam, kényszer hogy is. Ne legyen az, hogy most megcsináltuk ezt a lépcsőt, vagy ezt az ablakot, és neki bármi bajja lett emiatt. Nem kell. Úgy építkeztünk annak idején, hogy mindig megkérdeztük, hogy mi a következő lépés, mit kell legközelebb venni. Ugye van egy kis családi házunk, aztán a kicsi lányomék felé költöztek, akkor megint építkeztünk. De nem akartam, hogy neki bármi baja legyen amiatt, úgyhogy nem, haknit nem vállal egyáltalán. Hogy ne hagyja túl magát. A színházat szereti, valóban közlekedni nem szeret, de azt hiszem nem ő az egyetlen, aki nem szeret hát ebben a városban közlekedni, egyre nehezebb, tényleg. Úgy éreztem, hogy mindig ott vagy mögötte. Ja, úgy igen, tehát, abszolút. Tehát, menedzser nem voltam soha. Valahogy az egész életetekben nektek a János fontos volt, a János karrierje neked is fontos volt. Beálltam mögé. Persze, azért fontos nekem János karrierje, hogy János boldog legyen. Mert de ha szép. Ő nem lenne sikeres, ha nem lenne elégedett a szakmában, akkor boldogtalan lenne, és az nekem nem jó. Nekünk mázni van, mert apósom nekem azt mondta, amikor megkértem a Jutka kezét, hogy beszéltünk el, azt mondta, hogy jobban örülne, ha lakatosmester lennék. Ezt ő se gondolta komolyan. De aztán azt mondta, hogy egy családból két ember nem tud karriert csinálni, ez egyik mindig a másik alatt van. Kivéve, hogyha olyan meló van a Jutkának, ami egészen eltérő. Szegény megkapta fiatal lánykorában, hogy ő a Rodolfo lánya. Aztán megkapta többször, hogy ő a Gálvölgyi felesége. Neki, most sem apósom, sem én nem tudunk bele. Tehát mondhatják, hogy én fordítottam helyette a háború és békét, mert nem. A háború és békét speciál nem volt. Jó, mindegy, illetve nem kell nekik elmondani. Úgy se értik. Hát, azt mondják, és a képeket találkoztak. Nem, én nagyon szeretem, amit csinálok, és nagyon jó ez így. Nagyon jó ez így, hogy érdeklődünk egymás munkája iránt, de egész más csinálok. De nem keresztezi. Nem, Jutka például, bocsánat, mondja. Igazi művésznővel, bocsánat, soha nem tudtál volna ugyanilyen boldogságba megélni. Nézd, ami az a barátság ebben a szakmában, hogy
én bennem tényleg kevés jó tulajdonság, életemben nem voltam irigy. Szóval nem voltam irigy szerepre, az RP órája, szóval nem voltam soha irigy. De ebben a szakmában az elkerülhetetlen, hogy az egyiknek jobban megy egy picit, akkor... És, de engem meg soha nem zavar. De engem van egy kollégám volt, akivel jóban voltunk, nem is volt kollégám, hanem most mondok egy, nem mondok nevet, operaénekes volt, itt el voltunk egy szállodában 200 évvel ezelőtt, lejött az igazgató hozzánk, azt mondta, művész, hogy megengedi, megmutattam a szállodát. És az illető, aki egy jó nevű, híres operaénekes volt, de hát az arcát nem ismerték, üvölt, mert te vagyok, hogy meg. És én azt mondtam, hogy de hát én erről nem tehetek. Tehát, hogy én olyan műfajban voltam, vagyok, most már nem, ami népszerű. Tehát nem csak én vagyok népszerű, hogyha én a Hamletet játszom Szatymazon, a kutya nem ismerne meg a Vörös Marti téren. Tehát rengeteget volt a televízióban. Egy olyan korszak volt, amikor nem tudtak benneteket nézni a tévében, hanem minket kellett igen, nézni. Igen, de hát azért valahol te, például Ki mit tudod, amikor oda tetted ezt a dolgot, már akkor is sütött a tehetséged, már akkor is látott, akkor is átvitt mindenen. Jó, hát ez nagyon, köszönöm szépen, de hát ez 53 éve, mindig azt mondtam, mert hát az ember megkap, annyira rossz illetve ezen a pályán, és az a volt. Mondom, ennyi protekcióm nem lehetett, hogy én most itt ülök veletek. 53 év alatt. Hát ezért valamit biztos, hogy tudok, tehát nem veszek rá szerint. Hogy nem csak volt, hanem most. De hogy a Jutkára visszatérjek, igen. Hogy a Jutka soha nem volt ilyen színházi, vagy a jégtánc mama, vagy mi. Tehát ő eljön a premierre egyszer, megnézi, premier után annyit szoktunk beszélgetni a dologról, mondom, szívem, rendben volt? Rendben. Vagy azt mondja, tehát... Ennyi. Tehát nincs az, hogy anyukám most akkor, hát elemezzék ki engem otthon. Tehát nem szoktunk, és soha többet nem jön be a színházba. Tehát, nem ülök benne a színházban. Operaházban a szokás, hogy minden előadás ott ül a feleség, és megismeri a többieket, akik másnak tapsolnak. Hát vannak ilyen lelkes brigádok az operában, nézőtéren. Ennek a rajongói, meg annak a rajongói. Igen. Meg kéne mondanod, hogy mitől tökéletes feleség a feleséged, meg tudnád mondani? Hát az, hogy tökéletes, olyan szerintem nincs, hogy valaki tökéletes. De neked, hiszen hát együtt vagy több mint 50 éve. Hát nézd le, hát most nem tudok csinálni. Mondom neked akkor csak egy példát, és akkor ebben minden benne van. Nekem a Jóisten megadta a pandémia alatt is, meg közben, meg szombaton is, forgatok egy bizonyos tévésorozatban benne. Ami azt jelenti, hogy én borzasztó számomra az a dolog, hogy azt mondják, kocsi 6 óra 15-kor a ház előtt. Igen, 6-15-kor. Ehhez föl kell kelni olyan fél, öt óra körül. A Jutka föl kell 16:30-kor, megcsinálja az én reggelimet. Megcsinálja, mert én nem eszem máshol, tehát nekem ez egy betegségem van, tehát én nem végigjártatok a világot, én is jártam egy pár helyen, én nem tudok utcára, tehát az, hogy, de még a forgatáson sem remélem nem fogják ezt nézni, ezt a beszélni, szóval ott se eszem, mert ott van ugye kaja meg minden, Jutka megcsinálja az én két darab zsemlémet, majd visszafekszik. Na most hát akkor ennél mit mondjak neked, hogy neki nem, még kellene 16:30-kor neki fölkelnie, azért, hogy én 17:00-kor megegyem a kiflimet. Megígyem a kávémat. Hát akkor innen most akkor részletezzük tovább. Ez természetes. Úgyhogy... Igen, ez a jelentetlen, hogy azt mondtad neked, ez még ma is természetes. Tehát, és ez a fantasztikus dolog. Meg hát ez egy olyan pálya, milyen, hogy azért én egy nagyon kedves ember vagyok, gondolom én, most, hogy itt ülünk. De amikor jön egy premier, vagy valami nem működik úgy, ahogy kellene. Hát ezért ez az 50 év alatt nem volt. Ez úgy néz ki, hogy ilyen egy vonalban én vagyok. Na, hát azért volt fent lent. Persze. De úgy összességében. De hát ezt Jutkának el kell viselni azért depressziómat, a premier utáni teljes ilyenemet, amikor ülök magam elé. Egy nagyon sikeres, ahol nekem nagy sikerem, és ülök így éjszaka, és akkor azt mondja, akkor most lefekszem, hogy jó van, szóval menjél, és akkor ülök tovább, így ünneplendő, hogy milyen jól sikerült a mai este. Ezek is hozzátartoznak. Így van. Mindig nem tudod, hogy mit kell vele éppen csinálni? Tehát, hogy hagyni kell, igen. Vagy oda kell? Próbálom tudni, de igen. Hát ennyi idő alatt az ember azért sok mindent megtanul, de lehet, hogy még mindig érnek meglepetések. Hát a másik meg az, hogy tulajdonképpen apám mellett én... Igen, ez mázli volt, igen. Én abban beleszületem. Szóval nekem ez a természetes, az, hogy mit tudom én, nálunk kedden van vasárnap, mert akkor szabad, és amikor másnap ünnep van, akkor neki dupla munkája van. Szóval én minden ilyen furcsaságban tulajdonképpen beleszülettem apám mellett. Nekem az is biztos, hogy miután apám színpadon volt nagyon jó,
Nekem igazán a férfi az, aki a színpadon nagyon jó. Tehát nekem tehát valahogy ebbe beletartozik a képbe. Mit szólnak a kritikusok, de le is vannak ők csak dobálva. Mit csinálnának a kritikusok, hogyha nem lennének színészek? Például. Soha nem volt akkor mély pont a kapcsolatotokban, de mi volt, ha most mi, nagyon hosszú az 50 év, ha egy pillanatot ki kéne emelni, van, nagyon sokaknak van, az volt az a pillanat, ami az életünk csúcsa volt. Van nektek vagy ilyen a házasságotokban? Nincsenek, én nem, ezek, ne haragudjatok, de ezek nem tudsz, nem tudom. Normális kapcsolatban nem, de mégis van. Nem normális kapcsolat. Van, amikor az ember extra jól érzi magát, van, amikor meg nem. Igen, csak arra gondolta Tünde nyilván, hogyha visszatekintesz ez az 50 évre, mi volt a csúcspont, a házasságkötés, a gyerek születése, tehát valami hát ilyesmi. Hát rengeteg, nem tudsz, én szerintem nem lehet kiemelni. Mert sok van. És sok hát mélypont is volt, betegségek, mindenféle. De én amikor látok egy ilyen beszélgetést, népszerű művész házaspár, vagy olvasok, mindig azt mondom, menj. És van, hogy az ember tudja. És ismeri a házaspárt, meg tud mindenfélét. Tehát ha most itt nem púderezzük egymást, akkor mi annak úgy élek, mint a galambok. És van, aki azt mondja, hogy hogyan már hazudnak, persze. Én nagyon örülök, hogy ezt őszintén kimondjátok, mert mi is így, és mi is azt gondoljuk, tehát hogy aki azt mondja, hogy ez egy ilyen fáklyás menet, nem és nem kell csinálni semmit, nem. És magától működik, az úgy hazudott, vagy nem ért még házasságban. Csak ugye ma a fiataloknál a social medián keresztül olyan sok olyan mindenki képet tárnak, hogy mindenki szépen kisminkeli magát, mindenki puszi, mindenki együtt van, és akkor azt is, és akkor csodálkoznak, hogy mi most például fölhívtunk 10 embert, ebből 4, azt mondta, hogy nem tud eljönni, mert éppen fasírtban vannak. Nagyon szeretem a karácsonyt. Összejövünk, család, béke, hal. Szereted a nagy családot? Szereted, amikor mindenki ott van? De amikor egy ilyen van, és már látom, hogy ők már ketten, már valaminek, ők, és akkor van az, de hát akkor nem. Hát persze, hogy ilyenek vannak, de ezek elmúlnak, ezek ilyen kis buborékok. Hát az ember azt szereti, hogy mindig minden. És akkor most például ma, ha innen hazamegyünk, akkor ma ünnepeljük a lányomnak, meg az egyik unokának a születésnapján. 3 hete volt, de most tudtuk úgy egyeztetni, hogy ma mindenki mondom, ott lesz, és együtt lesznek. Próba, a kisebbik unokának van valóban a születésnapja, a lányomé és a nagyobbik unokámé már volt, de akkor éppen nem lehetett megszervezni. Én forgattam, ő vidéken volt, hanem a lányom. Tehát ez így jött, és akkor 3 hét ma lesz egy olyan, hát amiben csak bízom, hogy nem lesz semmi amire ilyet. Mondom, hogy szokott lenni? Tehát nem szokott volna? Hát, hogy ne? Mindig van valami. Mindenkinek más a temperamentuma. Hogyne, hát persze. A két lányom abszolút egyáltalán nem hasonlít egymásra. Nem csak azért, mert az egyik sötét barna, a másik szőke, hanem természetre, semmire nem hasonlítanak egymásra. Egyáltalán nem. Mindenki másmilyen, mindenkinek más a szép, a jó, a fontos. Igen. Szóval az emberek önálló egyéniségek. Nem lehet azt kívánni, hogy mindenki egyformán fogadjon mindent. Igen, olyan jó lenne, hogy mindenki, én mindig erről álmodoztam, hogy mindenki, de hát ez nincs, ez csak a mesében van, meg az ilyen riportokban van, amikor az emberek hazudoznak össze-vissza, úgyhogy különben az életben ez nem így működik. Igen, mi is azt gondoljuk, ami tapasztalatunk is ez, pedig nekünk ez egy kicsit rövidebb a tapasztalatunk, hogy a hullámvölgyek sokszor jobban összehozzák egy persze. Kicsit a családot, nem? Hogyne, igen. Például a lányaim bizony elég sokszor szoktak marakodni, de ha baj van, két akkor állati rendesek. Akkor a világ legrendesebb női. Voltak itt problémák, egészségügyi problémák. Sok. És voltak, igen. És akkor az ember ültem, és azt mondtam, hogy a jó Isten, hogy nekem ilyen lányai vannak, meg nem tudom én mi. Szóval nem fizetik meg, hogy én ilyeneket mondjak róluk, de az egy nagyon jó érzés. Amikor tudom, hogy vannak aztán olyan gyerekek is, hogy nagyon. Igen. Akkor ti csinálgatok valami jól, tehát ez azért valahol visszaigazolás. De az, hogy bennük nem? Jó van, tehát hogy jóból vannak összerakva, biztos, hogy tőlünk kapták a rosszat, meg az nincs is bennük. Meg a jót is. De az is biztos, úgyhogy. De én épp a Dorka lányomnál volt, hogy elmentünk valami, nem tudom, örmény étterembe vagy valami, és ettünk, és ott leesett egy asszony a székről.
leesett egy nő a székről. A férje evett tovább. Hát mondom, nem, hát ha így szoktak enni. És akkor az én dorka lányom fölugrott, a nénit meghánytatta, kivitte. Mondom, de hogy? Hát ez hogy bírtátok? De mondom, már épp mozdultam volna, hazudtam, hát nem, nem ez a, és azt mondtam, hogy fantasztikus egy lányom van nekem. A férje azt mondta, hogy hát most voltunk, hát lehet, hogy rosszul vannak, ízián, nem? De most ilyen házasságok is vannak. De mondom, én úgy megvoltam 60 lányomtól, hogy ez egy ilyen csaj. Hogy gyűjt a szegényeknek, hogy az Eszter a másik lányom, az nem tudom mi, ide tesz. Szóval, hogy ezek jó dolgok, jó érzés. Azt marakodnak néha, hát... Ők házasságban élnek? Igen. Szóval az van, hogy mi mindketten ecskék vagyunk. És mi úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha nem egy gyerek van, hanem kettő. Igen. De azt nem tudtuk, hogy milyen, amikor kettő van. Uh-huh. És hát két lány, egészen más külsejű és más temperamentumú két lány. Most látjuk, hogy azért mind a kettő másképp, de jól működik. Igen. Judit, hogyha te visszatekered az emlékeidet, igen, akár 10-20-30 évvel ezelőtt, soha nem voltál féltékeny a Jánosra? Hát azért elég sok művésznővel. De én nem féltékeny voltam. Én féltettem Jánost. Uh-huh. Tehát én általában tudom, hogy hol van, mennyi ideig, stb. Akkor még régen, ugye még vidékre is járt, akkor még voltak haknik, meg ilyesmi. És én nem attól féltem, hogy ő engem megcsal egy másik nővel, hanem attól féltem, hogy nehogy valami baja essék. Uh-huh. Tudod? Apám sokat haknizott annak idején. És amikor a kicsi lányom, a Dorka lett, föl se tűnt, mert császár volt, nem voltam egészen magamnál, hogy apám be se jött. És bejött. Mármint a szülés után? Igen. Másnap, és akkor itt volt egy kis raktapasz. És akkor esett le a tartusz, aztán kiderült, hogy apám hakniban volt, és autóbaleset volt. Előző éjjel. Azért nem volt. És, de hát ugye altatás után az ember nem gondolkozik tisztán. És szóval az volt bennem, hogy de hiszen János is vidékre jár, János is haknizik, János... Nehogy valami baja történjen. Én soha nem attól féltem, hogy ő mással van. Én őt féltettem, hogy nehogy baja legyen. Igen, én csak arra gondoltam, hogy miután azért ugye te, hát kvázi civil voltál, tehát ő elment művésznőcskékkel, ez az amaz, hogy soha nem fordult hát meg a... Nem. Hát pedig ügyesen csináltad. Ebben nőttem fel. Az apámék házassága ott volt előttem. Na, anyám 14, apám 17 éves volt, amikor megismerkedtek. Hihetetlen. Ugyanazon a héten haltak meg. Az életüket leélték egymás mellett. Ha egy van, lehet kettő is. Szóval van olyan, hogy két ember valamiképpen összetartozik. Hogy két ember... Nem mindig mondom, nem mindig a lángoló szerelem, meg ilyesmi, de egy barátság, ami az alap, ami nagyon erős tud lenni. Egy összetartozás, ami nagyon erős tud lenni. Tehát engem nem vagyok olyan elbizakodott, hogy azt mondjam, hogy hűben áll a jobb nő, nem volt. Hajaj, de sokkal jobb nők vannak. Nem ez volt. Én nem féltékeny voltam. Én féltettem Jánost. Ahogy ma is féltem, hogyha elmegy otthonról. Igen. Engem nem nagyon kell, mert én otthon vagyok többire. De az ember fél. Tehát, de ennek a hosszú együttlétnek van egy olyan veszélye is, hogy kicsit úgy fél vagy. Nem félsz, hanem nem fél vagy egyedül. Igen. Mert pontosan, csak ketten. Igen. Mi is csak ketten vagyunk igazán egyek. Igen. Nálatok ez talán még talán jobban. Igen, mert az, hogy a gyerek van, mert minden, de az egy más dolog. Az megváltoztatta az életeteket, amikor kirepültek a gyerekek? Akkor hát, átalakultak? Mi akkor kicsit? Is együtt, hát hogy mondjam, úgy együtt voltunk, de... De amikor nem. Ők elkezdtek önállóan élni, hát családot alapítottak. Én lányos apa vagyok, hát nálam fegyver ott volt. Volt egy ismerősünk,
kolléganőnek a fia, aki rendőr, és akkor nem tudom, 3 éves volt a lány. És mondom, Laci, hogy bírod, ez semmi, meg van töltve a puskám. Hogyne, hát az egy, én az úgy képzeltem, hogy neki, én csak lányokat akartam, és még meg se született a lányom, úgy képzeltem, hogy megyek az a 10:30-kor, ugye színház után, és azt látom, hogy a kapuban egy hosszú ilyen zsíros, csimbókos hajú palival csókolgatja a lányomat. Oda lopakodok hát, hogy iszonytató, hogy belerugok a paliba, az elszalad. De meg sem voltak a lányom. És akkor először megérzed a lányod, egy másik pasinak, de legalább használ arcvizet, az már egy öröm, tudod. De azért van az ember, egy olyan, hogy bár nem pitralont, de hogy valami jobb, abban jóban az mehet. Voltak persze, hát nem. Meg amikor először ott ül valaki melletted, és nézi a tévét, és nem ülhetek úgy, ahogy én szoktam, mert ő ott ült. De ezeket nehéz volt megszokni. Tehát nehéz volt elengedni. Igen, meg hát, hogy az én lányomat, ha valaki nem szereti, vagy nem úgy szereti, vagy nem tudom én mi. Na most kérdeztetek mélypontokat. Volt. Bizony, hogy voltak. Voltak. Egyik lányom ugye már kétszerrel vált. Voltak mélypontok. Nagyon mélypontok voltak. Ami nem köztünk volt a mélypont, hanem úgy családilag volt mélypont. Tehát köztetek annyira erősen kötődik, hogy soha nem volt mélypont a kapcsolatokban. Ilyen nem. Soha ilyen nem rezgett nem. Egy picit se a léc. Soha sem fordult meg egyikőtök fejébe se az, hogy nem te vagy az igazi. Nem. Vagy nem te. Ez nem. Nem. Ez a zseniális. Nem. Ez furcsa, hogy ön mondott, hogy valószínűleg hogy azért érintett meg ennyire a lányok válással, mert hogy ti ezt a példát ismeritek csak. És az, hogy valaki olyan fájdalmat okozzon... Az én lányomnak, az másnak van. Okozhat, érted? Igen. Ez igen, nem ért. De hogy az én lányomnak egy ilyen nyomorult... Az János, fáj, egy meg a hát ez az volt azt, az nekem fájt. Nagyon. És nem értettem, hogy az én lányom miért ilyen hülye, miért nem veri agyom, miért nem rúgja szét. Hát hiszen én megtenném, de hát mégsem tehetem meg. Ó, igen. Ez, ne csak azért, mert címlap lenne. Nem hát azért? Nem, az ember ilyenkor nem. Hát címlapra kerülsz, akkor beteg vagy például, vagy nem tudom én. Nekem volt, hogy próba közben egyszer kificem, de hogy kiugrott a nem tudom. 3 hónap egy újságíró né beszélgetett velem, és mondtam, hogy 3 hónap. Másnap megjelent Gál, hogy leesett a lába. Hát, és de amikor beszéltünk szemről, fölhívtak, hogy tényleg rossz a szemem, hogy vállalta egy cég, hogy megműt, ez még évekkel ezelőtt volt, ingyen és bérmentve, nem tudom, hogyha vállalom, de hogy rossz a szemem, mondom, igen, mondom, hát színpadon, mondom, hangután, mondom, én már jó pofa vagyok, hangután tájékozódom. Yeah. Címlap, Gálvölgyi félig vakon játszik. De most hát erre mit tudsz, érted? Szóval az ember inkább nem mond már semmit, mert én már Gálvölgyi nem leszek, hogyha hülyeségeket írnak, tudod. De hát olyan is volt, hogy oda jött újságíró, becsöngetett a kapun, be se engedte, nem is beszélt engem. Vele, és ebből írt egy cikket. Hát, ez sajnos szóval... mindig ismerjük, tehát ez most valóban erről szól. Tehát ez már nem újságírás, ez már ilyen... Amerikanizálódtunk ebben, ilyen pletykalapok lettek. Nekem tudod a minőség, hogy kik írnak. Uh-huh. Hát nekem, ezt mindig elmondom, mert volt valóban megtörtént egy hölgy, hát egy hölgynek nem nevezném, mint egy ilyen kékharisnya. Beszélgettünk, mély interjú volt, azt hiszem 6 mondat. Azt mondta, művészül maga olyan népszerű, nem gondolt rá, hogy színházban is föllépjem. Uramisten! Hát mondom, de én csökkenem a gondolattal, mondom most. De hogy igen, hol te? Mondom, hát Madárszínházban 6-7 darabnak játszom a főszerepét, és helyileg hol? Hát. Mondom, hát Madárszínház, de az helyileg hol? Tündérke mondom, itt fejezzük be a beszélgetést, és akkor majd megírják, hogy rohadt, nagyképű, büdös, bunkó a Gálvölgyi. De már engem ez se zavar, mert teljesen mind. De nem írtam meg, gondolom már azóta valami főosztályvezető valahol. Minimum. Nem tudunk titkot, ha erre vagy. Ne váljatok el. Nem. Szeressétek egymást. Tulajdonképpen azt szeretnénk megfejteni, hogy mi a hosszú kapcsolat titka, és hogy lehet az embereknek odaállítani. Hogy legyen kapcsolat. Őszinteség. Beszélni. Ha Czóresz, mindent meg lehet beszélni. És ha Czóresz van, ahogy a latin mondja, azt is meg kell beszélni. Ha magánél, bármiféle, szerintem... Ha nem tetszik valami, ha nem kedvedre való valami, lehet, hogy nem most, nem ebben a pillanatban, hanem tudd, hogy mi az a pillanat, amikor előállhatok azzal, hogy drágám, ezt nem is szerettem volna. Igen. Szóval... De az, hogy... És nem elragadtatni.
látni magadat, szóval nem megvadulni, hanem józanul, higgadtan megbeszélni a dolgokat. Annyira örülök, hogy ezt kimondod, mert mi is ebben hiszünk, és én is de ezt próbálom. De azért mi szoktunk veszekedni. De az más. De mi szoktatok veszekedni? Minden hülyeségeket. Nem viszik ki a szemet a kézzel. Hisztizik, vagy bármit. És én akkor... meg hisztis vagyok, tehát. És akkor... Én már nem. De én hiszti vagyok, de akkor most, beszél, most már beszéltünk őszintén. Igen. Régebben volt, hogy Jutka azt mondta, hogy kérem, most hülye például 2 kiló krumplit. Ez így megy el engem, nem de, ugyanis ami engem nem érdekel, az nincs. Nem is hallja. Nem is hallja. Tényleg a magyar kártyát nem ismerem, mert nem érdekel. Tehát gondolom, hogy apósom azt mondta, húzzak egy lapot, jegyezzel meg, hát fogalmam nem volt, mi van nem a kezem. Mert ugyan annyira nem érdekel. És azt mondta, hogy le kell vinni, nem tudom, a szemet, mondom, jó van, szemet. De már régen érdekel engem a szemét, tudod? Ja. De valamiben én próbáltam. Egy hónapban mondom, igen, volt valamilyen, akkor jött, tényleg megcsinálom. Nem viszem le a szemet, ez az egy más dolog. De például mosogatok, hát beszélj tényleg valami. Nagyon imádok mosogatni. Jó, hát mi mindig elmosogatok. Nincs mosogatógépünk. Nem is kell, mert az szag, mindegy. Én gyönyörű, mert láttam az eredményét. Utálok porszívózni, azt a Jutka, amikor én forgatok, próbálok, akkor ezt elintézik. Mert takarítónőt nem lehet. Nincsen otthon, János. Na most igyekszem akkor végezni a házi munkákat, amikor nincsen otthon János. Tehát ez a borzasztó, nagyon nagyfokú az alkalmazkodó képesség köztetek, ami igen. Látszik. Ami az, figyeljétek, tanuljunk. De hát ez biztos, hát enélkül nem megy. Hát. De hát és a tisztelet a másik. Egész nap bennülök a gép előtt, és egész nap fordítok. Enni azért szokott kapni. Igen. Nem vagyok egy túl igényes, szóval hozzá kell tennem. Jó nézek ki, de egyáltalán nem. Abszolút. Nem, tényleg nem. Te engem nem tudsz elcsábítani, hogy most nem lőttél egy szarvas, most jön a világ kell, hogy egyek egy szarvas, engem mélyen egy nem. Egy lépést nem tenne azért. Nem. Valóban majdnem mindent hajlandó megenni. Vasbetonból van a gyomra. De ne gondoljatok ilyen flancos dolgokra, úgyhogy nem. Semmi. Lecsó az nagyon gyakran van, mert azt mind a ketten szeretjük. És hogy valami utazni jót, szerettek? Szerettünk. Már nem? Nem, a legutóbbi utazásunkon a repülő valami olyan kimondhatatlanul... Önálló estemmel, mert kimoltunk Londonban, aztán nem, Dublin, Londonban is, meg Dublinban. És az a koronavírus előtt egy héttel jöttünk haza februárban, és nem mondom a légitárság nevét, tehát kettő közül az egyik. Ott de eleve a repülés, hát ti, aki repültök, szóval az egy úri dolog volt, én imádok, nem félek, hogy meg leveszik a lábadat, belenéznek a végbeled, szóval valami megalázol. Ez még csak hagyjál, mert az ember ezt megkajolja, biztonságod miatt van. Dublin, kimentünk a repülőtér reggel 6 órakor, ott ültünk este 7-ig, nem mondtak be semmit, 7-kor még 5-kor kellett volna elindulni a gépnek, 7-kor megjött, láttuk a leszálló utasokat, és minket már tereltek föl. A taknyos zsebkendő, a kosz, nem tudom, ott ültünk, de nem indult a gép, mert hiszen fönnültek az utasok, ott ültünk 2 órán keresztül a légkondiban, a csecsemők üvöltöttek, az emberek küszöttek, prüszköltek, hazajöttünk, és akkor kim volt velem a Jutka és a két lányom is kim volt velem, ezért nem jönnek el velem, tehát szatymazom van önálló estem, de minden elmecskülyéskedik. De úgy jött ki a lépés. És olyan betegek voltunk, amikor megjöttünk mind a négyen, szinte-szinte ilyen koronavírus tüneteink voltak. Csak akkor még nem tudtuk, hogy és rá egy hétre robbant be a dolog. Tehát, és akkor azt mondtam, van nekem még a mai napig érvényes, de akkor rá egy hónapra lett volna egy cülikem. Szinte az önállommal fölhívtuk az embert, a menedzserem, nem is menedzserem, aki meghívott, hogy nem megyek repülővel, hanem kimegyek kocsival inkább, hogy én nem ülök repülőre. Mi rengeteget, 10-szer voltunk Tenerifén, hál' Istennek sokat voltunk, az messze van már, én elállom, megőrülök, nézlek beleteket, én megőrülök a repülőn az uralomtól. Én itt azt mondom, aludjunk, és így alszom. Minden repülőn nem tudok. Csak a repülőn nem, hogy miért azt nem tudni. Tényleg minden. Régen bemehettem a pilóta fülkébe, és akkor azt én nagyon élek, ott végigmegyek Amerikába neked, de hogy én 6 órán keresztül, én megőrülök. De mindegy, ezzel letudtuk úgy, hogy én ugye azt mondtam, hogy nem. Utaztunk hogy nem. Eleget. Uh-huh. János még Ausztráliában is volt, úgyhogy... Ja.
elég volt. Persze, hogy az ember utazna meg minden. Marad, ez van a YouTube-on a polgár. Polgárnak. Azt szoktuk nézni. És ott van. Az, hogy anya, nézd ma. Se a szigetek. És tudod, mit szoktam? Még van ilyen, hogy élő kamera, itt tudom, Times Square, vagy nem tudom. És akkor innen lefekszem, mert szoktam, hogy a kollégák mit csinálnak. Sokkal kényelmesebb. Nincs ledobott papír zsebkendő, nem kell 12 órát várni. Akkor megyek pisülni közben, amikor akar. Igen. Ha így lehetne teleportálva benni, akkor igen, akkor a tenger az hiányzik. Na, de hát... Nagyon szerettem. Szóljunk, hogy intézzenek egyet. De a Lukács úszoda se rossz. Az életetek folyamán nem volt nagy váltás, tehát olyan váltás mondjuk, mint nálunk. Mert azt mondtuk, hogy abba adjuk a munkát, és aztán azóta csak utazunk, jövünk, megyünk. Tehát hát, ilyesmi nem volt neked, vagy nem volt ilyen vágyad? Ha a jó Isten megvenne, hogy most panaszkodnék neked, hogy anyagilag én azért ott vagyok, ahol vagyok. De ilyen nem. Tehát, hogy mondjam neked? Ha én most nagyon-nagyon gazda, tehát irgalmatlan, enyém lenne a zserbó. Hát miután ez a szem, ez a mániám, érted, hogy vagy nem a mániám. A színház, egész egyszerűen ide igen, köt. Igen, igen. Tehát megmondom, köt. Az egy kicsit már az a dolog lanyhult, hogy már minden áron meg akarom mutatni magamat, hogy, de hát nekem az utóbbi 30 évben nem kellett olyat csinálnom, amire azt mondtam, hogy hát nekem ez nincs kedvem. Tehát nagyon kivételezett helyzetben vagyok. A Jutkának ugyanez van a könyveivel, hogy megengedheti magának, hogy nem vállal el mindent. De hogyha nekem mondom, nagyon sok pénzem lenne, színházat nem vennék magamnak, de az, hogy szerepeljek, mindenáron nem. Hát ha nem hívnak, nem fogok menni. Tehát életemben nem ajánlkoztam, hogy tessék már megvenni engem. Tehát, igen. Mert nem tudnál azt mondani, hogy nélkül élni. Hát hány, de biztos, hány és hány kisebb kategóriára színész volt, mint a János, és elhagyta az országot, és visszajött. Ezzel a szakmával... Ja, hogy úgy. Nem lehet. Ez rökhöz kötött szak. Valóban kim voltam, és ott volt egy nagyon-nagyon gazdag ember, aki belém szeretett, nem olyan értelemben, és mondta, hogy gyere ki, és akkor miből élsz? Mondom, hogy színész. Na jó, de miből élsz? Mondom, színész. De mi a üzlet? Mondom, színész. Nem értettem meg. Csak azt mondta, kimegyek, nyit nekem bármit, és azt mondta, én nem tudok bármit csinálni, ezt tudom csinálni. Igen. És ez ide köti az embert? De nézd, ma már biztos, hogy el tudom kézni, hogy nem csinálni. Volt fölmerült, hogy elmenni, eladni mindent, és akkor elköltözni. Nem a Szeses, a Tenerife-re, tudod? Mm-hmm. Azt az első héten, mondjuk tudok még írni, de hát kérdés, hogy megveszik-e, tudom. Mm-hmm. Úgyhogy, de nem. Így nem merült föl bennem. És hogyha van új kihívás, most éppen ott tartok, hogy olyan örömért, hogy azt mondtam, hogy a Pintér Béla, akinek én rajongója vagyok, mert néző voltam eddig, tavasszal azt mondta, hogy halló, Pintér Béla, és akkor... És én arra gondoltam, hogy az életetekbe, vagy az életedbe soha nem volt olyan nagy váltás, még színházat se váltotta, hiszen a Madást... A színházak mentek, a színházak váltottak le engem, kérdezik. Hát a Madást. A Táliában voltam 25 évig, megszűnt a Tália. Ahogy jöttem az Álmaim azért. Madár színházába, és megszűnt a Madár, az a Madár színház. Hát most ilyen ipari tanulók énekelnek különböző dalokat. Ez nekem semmi közöm nincs már ehhez a színház. Ez nem a Madár színház. Nem tudni kikkel, de engem nem is érdekel. Tehát nézőként sem érdekel. Úgyhogy, tehát ilyen értelemben az embernek szűkülnek a lehetőségei, de nem a színházat okolom. Kor miatt is, meg hát ezért... Te félig pedig benne voltál a szakmában, hát tudod jól, hogy hát egy bizonyos kor után heged is a háztetőt lehet játszani. Igen. Hát nem. Ja. Icipicit visszakapcsolódunk a kapcsolathoz. Mert ugye az a fő témák. Tényleg. Ja, bocsánat. Ha valamit most a fiataloknak kéne mondani, hogy miért ne adják fel a házasságot? Én azt mondom, hogyha úgy érzik, akkor adják fel, mert én szerintem látván példákat, nem családon belül, hogy az annak semmi értelme, de még a gyerek miatt is, hogy együtt vannak emberek. Ha úgy érzi az ember, biztos kell ki kell ürülni valaminek, vagy azt kell mondani, hogy én ki nem állhatom a szagodat, megfogod a poharat, a kezed törde, akkor nem kell erőltetni, semmit nem szabad én szerintem.
Hát valamit azért szabad tenni egy kapcsolatért, kell tenni a másikért, nálunk, de ha nagyon tarthatatlan, hát akkor nyilván. Volt egyik lányom, most nem keverem direkt, hogy nem tudom, ki volt borulva, vagy a fejtem. És mondom, akkor még úgy volt, hogy akkor behívtam a tisztelt férjét, mondom, mi a probléma, mondjátok el egymásnak, most nem viccek, azt mondta, az, hogy én mindig ide szoktam tenni a poharat, te meg mindig ide tenni. De mondom, miért nem mondod el neki? Hát miért kellene, ülünk itt ketten, két bíró mondat, miért nem mondod, tedd ide ezt a kurva poharat. De most ilyen hülyeségek miatt mondjuk nem beszélnek egy hétig, és ezek rakódnak egymásra, ezek a mind a guanó vastagon, és egy nagy izé lesz belőle. És az, hogy már pohárból indult el, már aztán ebben még bele tud jönni a gyerek, bele tud jönni a gyereknevelés, meg nem tudom, annyi minden kutyaszer bele tud még jönni, ahhoz, hogy ne szeressük egymást és váljunk el. De ti azt kérdezik, hogy mit kéne, hogy ne váljunk el? Nem tudom. Erre ez a válasz. A feleséget tudja a választ. Kommunikálni a megfelelő időben és beszélni, nem a fejében ráönteni a másikra szegést. És nem hazudni, szóval őszintén beszélni. Szóval ködösítés nem jó semmire. Nem jó semmire, az csak elkeni, ellepelezi a bajt. Őszintén beszélni. Csak ezt sokszor nem szereti. Ez a legnehezebb. Mert valami megsértődünk, valami nem tetszik, és akkor egész egyszerűen ott marad, és nem akarunk erről. De ez nem akarjuk megoldani. Ez az egész életre ez jellemző. Szóval nekem, hogy... amikor még volt munkahelyem, és elég rossz viszonyban voltam egy kollégával, akkor is ezt alkalmaztam, hogy azt mondtam, hogy no, mi bajod van neked vele? Beszéljük meg, igen. És aztán nem volt már később probléma. Szóval én nagyon-nagyon nagyra értékelem az őszinteséget és a dolgok kibeszélését. Nem nyelni. És ez a legfontosabb egy kapcsolatban is, egy házasságban is. Természetesen. De az egész országra ez a jellemző, hogy nem beszélünk. Nem rögtön megutáljuk, rögtön gyűlöljük a másikat. Holott lehet, hogyha én mindig mondok, hogy miért nem beszélgetnék olyan valakivel, aki nem ugyanaz gondolja, mint én. Mert rögtön, hát aztán most kommentek meg ez a bocsok, ami folyik, mert nem is tudjuk egymásról. Még egy mondatot szabad. El voltunk nyaralni 70 évvel ezelőtt, amikor még Jugoszláviába lehetett menni, és egy orvos házaspárra voltunk együtt két hétig. Utolsó este szalonnasütés, sírás, találkozunk, írtok, jöttök le, sartövet nem láttuk éve. És azt mondta ez az orvos, szabadkai orvos, én egész megszállt, de nem is vagy ilyen szemétpali, mint amin elgondoltalak. Mondtam, mi? Hát mert látlak a tévében, mind olyan. Tehát volt egy előítélete rólam, mert én csak olyan lehetek. Mert mi, akik előfordulunk a képernyőn, minket fölszoktak. Engem van utcán is összenek, hogy nem is olyan jó pofa, meg nem. Mert fölaggatják, mint a karácsonyfát, mindenféle. És ha nem azt a díszt látja viszont, akkor meglepődik. Igen. Sőt, megutál. Utálom, mert van a tévében. Utálom, mert ilyen autója van. Utálom, mert így fésülé haját. Igen. De az, hogy leülne beszélni, de nem ülhetünk le 10 millió emberrel. Nem is akar, nem akar velük beszélgetni. Igen. Csak olyan jó lenne, ha néha beszélgetnénk egymással. Hát legalább azok, akik egy családban élnek, vagy azok, akik egy kapcsolatban vannak. Igen. Az a minimum. Az lenne azok a minimum. Igen. A jövő század regénye majd, amikor már mások is beszélgetnek egymással. Hát igen, ennyi volt srácok mára. Lehet, hogy valamit tanultunk Gábor-jéktől, és ha tanultunk valamit, akkor azt próbáljuk meg átültetni saját magunkba. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy lájkoltok. Mit csináltok még? Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, tudjátok a dolgotokat, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Jó, hogy eljön, megkeresztünk a tévében!